Halló. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Mennyire volt borzalmas a hét eddig? Szijjártó Lászlót hallják, Győr-Sopron-Moson megye orvosi kamara elnök. Milyen volt a hete? Üdvözlöm a hallgatókat. Hát egyre rosszabb. Nagyon nehezen viselem én is, és feleségem is orvos. Mind a ketten egyre nehezen beviseljük a körülményeket, a terhelést. Mi az, amit nehezen visel konkrétan? Konkrétan, hát ugye én, mint az orvosi kamara elnöke, mondom, az is beszélek itt az ön rádiában, egy pár dolgot így bevállaltunk, hogy próbáljuk a helyzetet javítani. A feleségem az konkrétan azt is, hogy én ezen a normál munkája mellett, meg hát nem csak ő, hanem a háziorvosoknak egy nagy része, akik azért rendesen beleálltak most itt a járványügyi helyzetben a munkába. Tehát a normál munkájuk mellett, hogy rengeteg koronavírusos betegük van, akiket el kell látni, akiket el kell jutatni a megfelelő helyre, vagy otthon rendszeresen ellenőrizni. És hát ugye az oltási program, a hazai oltási programnak egy hatalmas része az a háziorvosok vállára került, amire hát ilyen extra mennyiségű munkára nem voltak igazán felkészülve, nem is lehet felkészülni. Gyakorlatilag most kb. 3-4 ember helyett dolgoznak, akik rendesen beleálltak. Úgyhogy nagyon hosszú napjaik vannak, hétvégeken is folyamatosan szól a telefon, próbálják koordinálni, egyik nap kapnak egy utasítást, hogy mondjuk pár napon belül 80 embernek az oltását szervezzék meg, azokat letelefonálgatni, és hát annak idején pont az volt a gond, hogy a lakosság egy része, tehát az emberek egy része az nem érti meg, nem is látja. Tehát ők már türelmetlenek lesznek, és hát ingerültek is, amikor azt látják, hogy esetleg egy fiatalabb embert már beoltottak, őket meg még nem, és ezt a házsorosomot érik számon. De eleve ez extra nagy mennyiségű munka, és ennek a lelkiismeretes megszervezése, hogy lehetőleg mindenki azt kapja, amit szeretne, meg ami szakmailag jár neki. Hogy az úgy bonyolódjon le, hogy ne legyen fertőzés veszély, hiszen arról beszélünk, hogy legyen távolságtartás, ne legyen csoportosulás, és nagyon sok embert kéne úgy beoltani, hogy nem nagyon találkoznak egymással, ne üljenek egymás mellé. Ez borzasztóan nehéz megszervezni. És a háziorvosok azért alapvetően nem logisztikai szakemberek, és a rendelők azok nem mindig úgy vannak kialakítva, hogy azok oltópontnak megfeleljenek. Tehát itt nagyon sok kolléga van, aki nem mindenki, ezt hangsúlyozom, tehát valahol nagyon flott és jó megy. Nagyon sok kolléga van, aki gyakorlatilag megoltatatlan feladat elé került. Úgyhogy ez az egyik, ami ezek a nagyon hosszú napok, ezek a nagyon nehezen megoldható feladatok, a sok-sok beteg ember, és egyre több, akit elvesztünk, tehát önök is hallják az adatokat, hogy egyre több a halott. Akik között most már ismerősök, rokonok, barátok és kollégák is néha szerepelnek. Én meg dolgozom a kórházban most, ugye gyerekgyógyászként, egy sürgősségi osztályom, ahol szintén át törölnek az események, vannak néha kicsit könnyebb napok, amikor megfelelik a kórház, és akkor ugye nincs annyira sok beteg, mert akkor más kórházba viszik őket, néha meg rengeteg beteg jön, és tényleg hát nagyon nehéz körülmények között látom a kollégát. Egybe folyik az idő, vagy azért néha megáll? Borzasztóan pörög már János, tehát ezen is akarok beszélni, de ezt már nem lehet így normálisan viszont ezek háborús szituációk, tehát ilyenkor eszembe jutnak azok a film élményeim, amikor látunk a lövészárokba. Én ezt tökéletesen értem, ez az adrenalin adott esetben az emberben azon az oldalon is van, ahol közvetít róla, de hogyha ez az adrenalin nem akadályozza meg a normális gondolkodásban, akkor például azokban a megállási pontokon, autóbusz megállókban, vagy villamos megállókban, vagy az ön hétköznapjaiban mit tud mondani azoknak az érdeklődőknek, akik egyébként azt mondják, hogy doktor úr, tegnap még arról volt szó, hogy gyerekeket ne oltsanak, de most már arról beszélnek, hogy oltsanak. Tegnap még arról beszéltek, hogy terhes nőket ne oltsanak, de most már trimeszterekben beszélnek, és mégis. Mit tud válaszolni annak, aki ilyen kérdést feltesz, most függetlenül feltette-e eddig, vagy sem, vagy én vagyok az első? Hát az, hogy nyilvánvalóan a terhes nők és a gyermekek oltása az rajta volt a listán. Tehát, hogyha
ha a lakosság többi részét, idős embereket is beoltunk oltóanyagokkal, akkor előbb-utóbb, és azt szeretnénk, hogy ez a járvány megfékeződjön, legyőzzük, akkor a gyermekek és a terhesek és szinte mindenkinek az oltását valahogy meg kéne próbálni megvalósítani. Kapjuk egy kicsit a fejünket, tehát egy fél évvel ezelőtt, akár egy pár hónap ezelőtt is azt válaszoltam annak, hogy erről a kérdésre nem tudok válaszolni, mert nem vagyok szakértő a területen. Most is részben ezt kell, hogy válaszoljam, de azért eddig mindig volt annyi, hogy az ember utána tudott mindenek nézni. Most én ezekben a kérdésekben mélyebben már nem ástam bele magam. Nagyon jó, hogy bízok benne, hogy azok, akik ezeket a döntéseket meghozzák, azok vették a fáradtságot és a megfelelő szakidőn alapján. Oké, de annak analógiáján, amit most mondott, azt el tudja mondani, hogy a saját szakmai hétköznapjaiban mi az, ami alapvetően megváltozott a prioritást illetően. Tehát amire ma azt mondja, hogy tegnap még foglalkoztam vele, de a mai körülmények nem teszik lehetővé. Mi az, ami most a prioritásban az első három helyen van, függetlenül attól, hogy tegnap is ott voltak-e vagy sem? Túlélés. Mit tud tenni a túlélés érdekében? Tehát milyen olyan cselekedetei vannak, amelyek korábban nem voltak, mert nem volt ilyen helyzet? Elmegyek futni este, legalább 10 percet iszni van, mert hozott a feszültség csökkenjen. Én nem nagyon mentem, mert inkább olvastam a szakirodalmat, közben dolgoztam. Ennek különben már úgy érzem, hogy közben nem fog menni. Mit tudok még tenni? Hát gyakorlatilag az ember arra koncentrál, hogy a jó menjenek a dolgok, amiket én meg tudok oldani, de már nem tudunk el rendesen felkészülni. Egy csomó minden dolog, a normál pihenés gyakorlatilag kiesik. Ugye ön arról beszélt egy interjúban a közelmúltban, hogy elöntött minket a koronavírus, a Moson-Magyaróvári Kórházban például bezárt a sebészet, a szülészet, a gyermekorvosi sürgősségi, szinte mindenhol COVID-fertőzöttek fekszenek. Mi van most a sebészettel, a szülészettel és a gyermekorvosi sürgősségivel? Mit mond azoknak, akik adott esetben korábban ott ellátást kaptak, most pedig nem kaphatnak ellátást a helyzetből adódóan? Ezt hogy oldja meg? Hova megy egy gyermekorvosi sürgősséget igénylő ember? Ma Moson-Magyaróvár. Győrbe mennek, a Győri Megyei Kórházban kijelölve ezeknek a feladatoknak az ellátására, tehát koncentrálták ezt a fajta ellátást, és mi, akik korábban ezen a területen dolgoztunk, ugye mi a koronavírus ellátásban veszünk részt. Szóval, amit tudni kell a hallgatóknak, hogy ez ne így képzeljék, hogy mindenhol így, ez olyan, mint a háború. Tehát ott is a frontvonalon folynak a harcok. A frontvonaltól 200 kilométerre Hátországba, vagy a másik oldalon éppen nem folynak harcok, de azért ott is vannak háborús viszonyok. Tehát Magyarországon is biztos, hogy vannak olyan kórházok, kapunk erről híreket, ahol esetleg sokkal kisebb a nyomás. Sőt, azt is el tudjuk képzelni, hogy vannak kórházak, ahol bőségesen vannak szabad ágyak, és talán szabad munkaerő is, de ezt csak elképzelni tudjuk, tudni pontosan nem tudjuk, mert ugye nyilvános adatok, vagy hozzáférés, hogy hol pontosan milyen helyzet nincsen. De nem is nagyon foglalkozom ezzel, mert mondom, a túlélés a lényeg, a túlélés az, hogy mi túléljünk, tehát hogy másnap a munkába tudjunk állni, hogy ne jelentsünk beteget, hogy összetegyük magunkat. A munkáinkon megoldjuk a problémákat, ez az egyik túlélés, a másik meg a betegeink is túléljenek, tehát hogy... Akkor abban segítsen, rövidesen el fogja mondani a Spartacus programnak, vagy a Spartacus programnak az eddigi sikerét, de legyen szíves olyan mértékben, ami egyébként belefér az ön jó ízlésébe. El tudnám mesélni a tegnapját, anélkül, hogy nem vagyok a barátja, a felesége, de azt kérdezném, Laci, milyen volt a tegnapod? Vagy milyen volt a tegnap előttje? Elmondana egy olyan napot, ami a héten volt, és ami nagyjából mutatja az ön életét ebben a járvány periódusban? Na, ugye ez az a rész, amiről ugye hivatalosan nem nyilatkozhatunk, hogy az adott munkájunkon mi történik, vagy mi történt. Tehát ezért is nehéz, de lehet azért olvasni történeteket. Itt meg kell, hogy álljunk egy pillanatra. Ön ebben kapcsolatban erős kritikát mondott. Mennyiben érthető és mennyiben érthetetlen ez a nyilatkozott stop? Ez annyiban érthető, hogy hát nem kell pánikot kelteni, tehát nyilvánvalóan itt az lenne a cél, hogy mindenki reálisan is tisztánlása, hogy mi a helyzet. Ha valaki ezt túlzásba viszi, esetleg olyan adatokat
ahhoz a nyilvánosságra, amik valóban emberek személyiségjogait sértik, vagy akadályozzák azt, hogy az a szervezet, az a kórház, az a munkájához dolgozik, az jól működjön, arra ugye nincs szükség, tehát ezzel teljesen egyetértek. Ugyanakkor én azt vallom, és ezt is nyilatkoztam, hogy a hibákkal, a hiányosságokkal, a problémákkal nem nézünk szemben, mindig csak az eredményeket mondjuk, mert vannak eredmények, tehát itt azért mindenki hősiesen küzd, és ezt mindenki szemben is látja, hogy itt nagyon komoly munkát végeznek a kollégák országszerte, és nagyon szépen helytállnak, de ez a helytállás ez már nem jár veszteséget nélkül, ez már nem úgy megy, mint békeidőben, itt azért nagyon sok minden nem úgy zajlik, mint ahogy kellene. Erre mondtam egy múltkor interjúban, hogy itt már régeség összeomlott az egészségügyi rendszer, mert a minőséget nem lehet mindig és mindenhol tartani. Ugye ezzel megint felháborodnak azok a kollégák, hogy esetleg vitába szállnak ezzel az állításommal, akik olyan intézményben dolgoznak, olyan helyen dolgoznak, hogy jóval kisebb a nyomás valami miatt, vagy jóval többen vannak a munkatársak a betegágyak mellett, és ők valószínűleg egy jobb minőséget tudnak tartani, mint azok a helyek, ahol hát jóval kevesebben vannak. Az, ami a közelmúltban tapasztalható volt, és amelyet a legkülönbözőbb szervezetek hirdettek meg, beleértve a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei területi szervezetét, vagy a COVID önkéntes regisztrációt, amit professzor dr. Kásler Miklós miniszter hirdetett meg, valójában ez a rendszer kritikája, ez arról szól, hogy akkora az árvíz, hogy kell oda az önkéntes. Ez miről szól? Mert ez egy olyan helyzet, amely a magyar egészségügyben, legalábbis amióta én élek, még sohasem volt. Hogy mondjam azt, hogy ne úgy érezzük, hogy megtáfolom. Én november 24-én a megyei kamara elnökeként egy hivatalos levelet küldtem Müller Cecíliának, a minisztériumnak, a megyei tisztifőorvosnak, amelyben részletesen több pontba szedve leírtam azokat a problémákat, amiket a kollégák jeleztek a koronavírus ellátással kapcsolatban. Ezek között az egyik pont, az pont ez volt, hogy olyan fokú a szakember hiány, hogy önkéntesek bevetésére lenne szükség, és kértük, mekkora a szakember hiány? Mekkora volt az, érzékeltesse azt, hogy valójában miben volt hiány? Mivel alapvetően az a legdurvább az ápoló hiány. Tehát az egy ápolóra eső betegek száma az számos osztályon meghaladja azt a mértéket, ami mellett ugye egy szép... Segítsen nekem, az ápoló per beteg az mennyire objektív és mennyire szubjektív? Nem lehet általánosítani, ennyiben ugye szubjektív. Az objektívnek meg annyi objektív, hogy vannak munkafolyamatok, amiket bizonyos frekvenciával és bizonyos minőségben lehetne látni, és ugye ez már nem valósul meg régóta, már békeidőben sem. Tehát azért ne felejtsük már el, hogy mielőtt ez a járvány kezdődött, már akkor évek óta tudtuk, hogy probléma az orvos elvándorlás, a nővér elvándorlás részben külföldre, részben más szektorba, probléma az ápoló képzés, ami évek óta új struktúrába került, és nagyon kevés olyan ápoló képeznek ki, akik aztán közvetlenül a betegágy mellett dolgoznak. Probléma az ápolók bére, amit próbált a kormányzat emelni 3 lépcsőbe, és ez megindult, ami nagyon jó, de messze nem ért el azt a szintet, ami megakadályozna azt, hogy az ápolók része elvánduljon. Azt a szintet meg békét nem érte el, hogy kívánatosan és vonzóvá tette volna ezt a pályát. Mit javasolt tavaly novemberben? Akkor már azt javasoltuk részben, hogy az ápoló képzést villámgyorsan alakítsák át, úgyhogy itt képezzünk az ápolót, akik a beteg ágy mellé kerülnek, és azt is, hogy önkénteseket próbáljuk meg bevonni. Az önkéntesek alatt itt, bocsánat, nem azt jelenti, hogy ingyen, tehát hogy próbáljunk meg akkor laikusokat bevonni, vagy akár önkénteseket is ingyen is, de fizetésre is bevonni azokra a helyekre, ahol nagy a szükség rájuk, és ahol alapvetően komoly minőségi gondok alakultak ki. Volt-e Tehát ezt úgy képzeljék el, hogy mondom mindjárt, bocsánat, hogy sok beteg van,
egy kórterembe, és a nővér nem tudja mindegyiket időben megitatni, nem tudja mindegyiket időben oda menni, tehát bizonyos munka folyamatok elmaradnak, vagy késnek, amit a betegeknek az ellátása, a komfortja romlik. És ezt, nehogy Isten, időnként nem tudja időben észrevenni, hogy egy beteg állapota rosszabbodott. Mert egyszerűen kevesebb vannak, nem tudnak oda jutni. És volt a válasz, igen, és én nagyon örültem a válasz azon részének, amelyben már az önkétes kérdésre azt a választ kaptam, hogy ez jelenleg is jogilag lehetséges, és hát támogatják, persze csináljuk, nincsenek semmi különösebb akadálya. És akkor ön egyébként tavaly novemberben is megtette azt, amiről egyébként most intézkedett? Hát akkor ilyen tanfolyamot nem hirdettünk, ugye tavaly novemberben már volt egy kísérlet rá, hogy vonjunk be önkénteseket, de akkor is ugyanez a reakció volt, különösen az ápolás területén a vezető pozíciók részéről, kollégák részéről, hogy borzasztó idegenkednek az önkéntesek bevonásától. Tehát mindenki attól fél, hogy egy laikus az... Itt most alapvetően arról van szó, hogy nem lehet bevallani azt, hogy milyen drámai a helyzet, vagy attól tartanak, hogy a szakmaiatlanságnak következményei lehetnek? Én azt mondom, hogy inkább az utóbbi miatt aggódnak maguk a szakmai vezetők, tehát a kórházokban dolgozó. Ki az, aki erre engedélyt adhat? Hát megvan a jogi formáját, tehát ezt szerződést kell kötni, csak a kórház vezetése engedélyt adhat, hogy ott dolgozom, de a törvény előtársnak megvan, hogy ki mit csinálhat körülbelül, tehát milyen munkafolyamatokra lehet alkalmazni, de nincsen konkrétan leírva, hogy na most etetni, etetni, itatni, nem itathat. Ugye összesen... De az engedélyt azt a kórház vezetés adja. 6 nap telt el az ön felhívása, illetőleg a miniszter felhívása között, hozzátéve, hogy minőségét tekintve is más, hiszen az egyik az orvosokra vonatkozott, alapvetően közép- vagy felsőfokú egészségügyi képzésben részt vettekre, rezidensekre, szakorvos jelöltökre, olyanokra, akik elhagyták a szakmát, illetve egészségügyi szakemberekre, amíg az ön esetében fedhetetlenekről volt szó, 18 éven felüliekre és olyanokra, akik egyébként vállalják a megfertőződés veszélyét, vagy már betegek voltak, vagy oltással rendelkeznek. A kettő közötti különbség, illetőleg az, hogy az egyiket ön jegyzi, a másikat a minisztérium, annak mi az oka? Tehát, hogy vajon a minisztérium valami hasonlóval élhetett volna, vagy a minisztérium nem véletlen, hogy nem írt ilyen felhívást? Hát a minisztérium felhívása az ideális. Ezzel ezt is javasoltuk egyébként, tehát nem csak az önkénteseket, hogy azokat a szakképzett kollégákat, ápolókat, orvosokat, akik magánegészségügyben bármilyen más területen dolgoznak, kikerültek az ellátórendszerből, azokat szólítsuk meg, és próbáljuk meg bármilyen módon visszahívni. Én most találkoztam már olyan felajánlással, hogy valaki Ausztráliából, vagy más külföldi országokból is jelenleg éppen ott nem dolgozik, mint orvos, és szívesen hazajönne akár egy-két hónapra, és beállna és segítene itt az ellátásban, ha garantálná nekik a kormányzat és a kórház vezetése, hogy amikor ők akarnak, akkor visszatérhessenek az országba, ahol jelenleg élnek. Tehát ezt látni kell, hogy azok a magyar orvosok, ápolók, akik külföldön dolgoznak már évek óta, közöttük is nagyon sokan együtt éreznek a magyar lakossággal és a helyzettel, és lenne közöttük, akik segítő kezet nyújtanának. Az, hogy a rendszerből kikerülteket megszólítani és megpróbálni biztonságítani, az egy nagyon komoly program, projekt, de arra ugye nekem nincs ráhatásom, ezért jegyzi ezt a miniszter. Tehát ő ígéret nekik fizetést, ígéret nekik speciális szerződést, ami eltér a január 1-e ott a életbe lépett törvénytől akár, hiszen rendkívüli helyzet van. Ilyen rendkívüli helyzetben ennek épp az a lényege, hogy rendkívüli és innovatív megoldásokat is lehet alkalmazni. De én, mint kamarai vezető, ilyet nyilván nem ígéretek. Volt egy próbálkozásom egy pár hónappal ezelőtt, azt is fölkapta a média, amit én nagyon rövid kis pici hírben leteszteltük, hogy jelentkezzenek-e ápolók, takarítónak bármilyen munkára a lakosságból, és hát talán egy óráig fönn volt a hír, és aztán rögtön hozták, rákaptak a médiák,
és 40-en jelentkeztek, abból 8 ápoló, úgyhogy akkor már azon a ponton jártunk, nagyon-nagyon nehéz volt a helyzet. Én ugye most gyakorlatilag a laikusokat szólítottam meg ezzel a kamarai felhívásunkkal, aminek az a lényege, hogy itt ugye ettől lehet félni, hogy hát új laikus mit fogott a kórházba csinálni. Igen, ennek érdekében ugye összehasonlítsuk a kettőt, ugye a minisztérium által közölt lehetőségek az a fertőzés, gyanús és fertőzött betegek megfigyelése, a középsúlyos fertőzött betegek ellátásával való részvétel, a súlyos állapotban lévő fertőzött betegek intenzív ellátásban való részvétele, az időskorú betegek otthoni vagy intézeti ellátásban való részvétele, a fogyatékos embertársaink otthoni vagy intézeti ellátásban való részvétele, valamint a karanténok valamelyik formájában lévő betegek ellátásában való részvétel szemben az ön által meghirdetettel, és akkor innentől kezdve csak erről lesz szó. Ez szól a oxigénadás, a különböző eszközök ennek ellenőrzése, fekvő ülő betegek etetése, itatása, alapkommunikáció tréning a beteggel, szakszemélyzettel, hatékony viselkedés hierarchikus rendszerben, stressz helyzetben, ágyazás, ágynemű csere, segítkezés, pelenkázásnál, betegmozgatásnál, a védőfelszerelések helyes használata, a COVID betegek észlelése, vérnyomás, oxigénszaturáció, hőmérséklet, lézőszám, pulzus meghatározása, éberség megítélése. Azt kérdezem öntől, hogy végül is ez egy formális dolog, de ennek miért Spartacus a neve? Ez egy betűszó, ami a felhívásban is benne van, hogy így jött ki, és akkor erre hasonlított a legjobban. Most ebben mélyebben nem mennék bele. De biztos mindenki... Akkor azt kérdezem öntől, hogy végül is volt-e bárhol, ahol egyébként tehát elindult-e a képzés, ez a 4 órás képzés, illetőleg volt-e olyan hely, ahol igénybe vettek ilyen laikusokat? Nagyon sokan jelentkeztek, tehát egy e-mail címet adtunk meg, és azon az e-mail címen lehet csak jelentkezni. Ugye azt a hallgatók talán megérték, hogy mind hatalmas apparátusunk, főleg most nem, aki csak ezzel foglalkozna, tehát ezt a munkán túl, amikor azért az előbb beszéltünk róla, hogy miért vagyunk fáradtak, azon túl szervezzük és próbáljuk bonyolítani. Ezt eleve a megyére szerveztük, de a megyén kívülről is sokan jelentkeztek. A szervezés jelenleg ott tart, el tudok tudósítani, hogy nagyon jó felkészült, magasan kvalifikált, rendkívül tapasztalt szakemberek is jelentkeztek, jogásztól szervezőig, tehát mindenféle szakterületről, és most áll össze az a csapat, akiket meg tudjuk szervezni. Most már tudjuk, hogy hányan jelentkeztek a nagyobb városokban, ahol a képzést szeretnénk tartani. Valószínűleg most Magyarországon fogjuk megtartani az első képzést, tehát még az első képzésre még nem került sor. De az anyagot, amit a képzésen akarunk adni, ez ugye összeállt. Tehát ez nem úgy képzeljük oda, amilyen azt mesélünk az embereknek, hogy hogyan kell pozisztálmolni. Itt azért egy professzionális anyagot próbálunk összeállítani, amivel minőséggarancia elemeket is bele fogunk építeni, tehát visszajelzések lesznek, utána támogatást adunk, mint mentális támogatást, ha valaki ilyen képzést elvégezés munkába is kerül. Másik fontos dolog, ez csak egy képzés, tehát nem önkénteseket toboroztunk, akik azonnal munkába állhatnak, hiszen volt erről szó, csak akkor állhat munkába önkéntesként, vagy bárki a betegágy mellett, azt a kórház vezetések meg fogják engedni. Ha nem engedik őket be a kórházba, akkor máshol. Ön egyeztetett a kórház vezetéssel ez ügyben előtte? Csak tájékozódó jelleggel, tehát semmilyen szerződés megalapodást nem kötöttünk. De volt-e idegenkedés, vagy pozitívan fogadták azt, hogy önnek van egy jelleggel? Hát a telefonos megkezdés alatt nem pozitívan fogadták, de aztán azt, hogy akkor megmérik ezt csinálni, azt nem tudom. Tehát mondom, hogy inkább az ápolás vezetők azok, akik ettől idegenkednek, mert nagyon nehezen tudják elfogadni ezt a gondolatot, hogy nem ápolói képzettségűek ott tevékenykedhetnek, és egyszerűen nem, valamiért nem látják át, vagy értik meg azt, hogy egy kezdő ápolónő, aki mondjuk már egy fél évet részt vett a képzésben, egy orvos tanulgató, aki mondjuk már egy évet tanult anatómiát, meg biofizikát, az miért tudna jobban segíteni ilyen munkafolyamatokba, mint egy olyan felnőtt anya, aki a gyermekét már évek óta ápolt a különböző betegségekben. És még sorolhatnám a példákat. Tehát azért látni kell, hogy attól, hogy valakinek van egy végzettsége, nyilvánvalóan az nagyon fontos, és meg tudom egy szakmát. Hogyha azt nem gyakorolta évekig, vagy egész más területen dolgozott, mint mondjuk én. Én egy gyerekgyógyászokból azt gondolom, hogy elég jól felkészültem. Tehát gyerekgyógyászként vállalom a munkát bárhol. De jelen pillanatban is én is, és sok más kollégám nem a saját szakterületén, hanem más szakterületeken dolgozik több
kevesebb ellenőrzésre és szakmai felügyelettel. Olyan területen, ami legalább sokkal messzebb van a saját szaktudásomtól, mint mondjuk egy motivált laikustól az, hogy adjon egy kis vizet egy embernek, aki most nem jutott már ide a nővérnek, mert rohangászik és dolgozik és lóg bele. Ez nem tudom, mennyire volt világos. Tökéletesen világos volt. Azt kérdezem, hogy ezen a hétvégén lesz ilyen oktatás, hiszen a következő hétvégén elvileg lehetne, bár akkor húsvét van, de önmagában a húsvét nem mond ennek ellent. Nagyon örülnék, ha most konkrét dátumot mondhatnék, János, de nem merek még, mert most tervezünk, tehát a mai nap próbálom egyeztetni. Elképzelhető, hogy vasárnap, de ha vasárnapra nem sikerül, akkor jövő hét elején mindenképpen szeretnénk az első képzést megtartani. Azt kérdezem öntől, hogy van-e bármilyen véleménye arról, amit a Magyar Orvosi Kamara a héten megfogalmazott, és amire némileg egy száfolat volt Gulyás Gergely tegnapi kormányfójjal, illetve a mai miniszterelnöki nyilatkozott, ami ugye arról szól, hogy a zárás az milyen mértékű és milyen mérvű legyen, illetőleg, hogy időben hogy alakuljon. Svéd Tamás az Orvosi Kamara titkára nyilatkozott talán tegnap előtt 24-én a HVG-nek, aki azt mondta, hogy a rossz helyzet felismerés nemzethalált nem fog okozni, de ennek a járványnak a súlyosbodását eredményezheti. Én nem hallottam, láttam ezeket a nyilatkozatokat, tehát így nem tudok rá konkrétan reagálni. Konkrétan arra van szó, hogy teljes bezárást javasoltak, érte? Hát a Magyar Orvosi Kamara egy ilyet, ezt ő nem olvast, ez egy 22-én a Magyar Orvosi Kamara. De több nyilatkozat is volt, nem tudom, melyikre gondolom most. Tehát volt ez a Magyar Orvosi Kamara elnökségének közleménye a súlyosbodó járványhelyzet teendőiről. Ez a tervezet. Azt olvastam, igen. És hogy hát ugye ennek megfelelő intézkedés végül is nem született. Értem. Nézd, ez megint olyan dolog, hogy nekem lehet erről véleményem, de az egy laikus véleménynek számít, hiszen egy ilyen döntést akkor lehet meghozni, hogyha az ember pontosan ismeri az adatokat, a helyzetet országos szinten, vagy megyei szinten. Tehát erre nekünk rálátásunk nincs, és ez jellemző az orvoslásra is, de sok mindenről zsigerből hoznak döntéseket, nem pedig a reális számok alapján, vagy a reális adatok alapján, vagy megfelelő előzetes vizsgálatok alapján. Úgyhogy erről nem tudok mit mondani, hogy egy ilyen döntést meg kell hozni, vagy nem. Azt tudjuk mondani, és ezért nyilatkozott így a kamara is, meg gondolom Svéd Tamás is, aki nagyon nagy becsülött, mert az egyik legjobban felkészült korrekt kollégám, hogy nagyon nehéz a helyzet sok kórházban, tragikus a helyzet, régóta nem tudjuk azt a minőséget hozni, amit kellene, és emiatt emberek sérülnek, és valószínűleg meg is halnak. De ezt is csak tapasztalatból mondjuk, ezeket ilyen mérni kéne, tehát kéne, hogy lássuk a számokat, és erről beszéltünk talán az múltkori interjúból, hogy az a fajta minőségbiztosítás, ami minden nagyobb vállalatnál, komolyabb intézménynél megvan, ami alapján fel lehet ismerni, hogyha a minőség romlik, ha valahol hibák keletkeznek időben, és lehet intézkedéseket hozni, ez a minőségbiztosítás hiányzik az egészségügyből, és az adott szolgáltatásunk is sánti. Most nem akarok ebbe belemenni. Tehát az, hogy most konkrétan mennyire kéne korlátozásokat hozni, mennyire nem, arra én nem mennék nyilatkozni, valószínű, hogy kellene. Tehát azok, akik olyan helyen dolgoznak, ahol látják, hogy cudar, nagyon-nagyon cudar a helyzet, azok biztos, hogy segítséget kiáltanak. Én azt gondolom, hogy mindig van más megoldás is. Tehát lehet megpróbálni az ellenséget elriasztani, azáltal, hogy korlátozunk, de lehet erősíteni a csapatainkat, akik harcban állnak. És a csapatok erősítésével már el vagyunk késve, és mi ezért ezt a Spartacus programot is ezért hirdettük meg, hogy legyen lehetősége a kórházak vezetőinek, a országos kórházfőigazgatóságnak akár önkéntes csapatokat is bevetni, mint annak idején Ládolfehérvár ostrománál, amik megfordíthatják a helyzetet, és jelentős minőségjavulást idézhetnek elő az ellátásban, akár életeket is menthetnek. Mert sajnos itt tartunk, akármilyen szomorú is, tehát az illúzió ne legyen meg senkinek, mert a magyar egészségügy az ugyanolyan jó felkészült, mint a holland, a német, vagy az angliai. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást, őszintén sajnálom az apropót, kellemes hétvégét kívánok önnek. Minden jót, János, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra. Vigyázzanak magukra. Szijjártó Lászlót, a Moson Sopron...
Győr Sopron Moson megyei orvosi kamara elnökét hallották. Amíg szól a zene, addig hívhatnak engem, azt követően már csak a dörö.fialajanoskukac@gmail.com e-mail cím.